jobb kettő hosszú padló után, bal egy szoros padló, majd százban a nagy fék a bukkan előtt. Végig 100%-on mentünk, mert nagyon-nagyon feszített tempóba hajtottunk, de hibánk nem volt, és tökéletesen tudtunk végigmenni, úgyhogy ugye nagyon örülök, hogy tényleg ilyen jó itinert írtunk, és 100%-ot tudtunk menni az egész összes gyorsaságon. Az elején nagyon csúszkáltunk, mert nagyon-nagyon negyediknek mentünk, és akkor még nagyon nincsen nyom, és ezekkel az autókkal elég nehéz menni, úgyhogy nincs nyom, mert egyszerűen nehezek, és a golyós csapályokon csúszkálunk. De a második körben azt mondom, hogy nagyon jó volt, mert Fricit meg is tudtuk előzni. Kazártól is csak 1,8 másodperce vagyunk. Ezt jónak mondható. Holnap megpróbálunk gyorsulni, hogy odaérjünk a végén. Sajnos nem sikerült a harmadik hely, pedig azért hajtottunk, hogy összejöjjön. Az egyes gyorsasági nem feküdt nekünk, mert a kocsinka egyszerűen nem lehetett ettől gyorsabban jönni, mint ahogy átjöttünk. A másik kettő viszont nagyon feküdt nekünk, tetszett is az a gyorsasági, és mind a kétszer nagyon-nagyon jó időt mentünk, sőt most utolsó kettő abszolút első időt jöttünk. Úgyhogy tetszett magában az egész verseny, jó volt, és pörgős volt, és jó idők voltak, és mindig ilyen egymásos közeli időket tudtunk menni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy így alakult. Az a lényeg, hogy ezzel az autóval, ezzel a technikával, és ilyen sofőrök ellen, és ilyen autók ellen, ez is nagyon jó pozíció. Bízom benne, hogy Veszprémben még gyorsabbak tudunk lenni. Megpróbálunk mindent elkövetni ennek érdekében, hogy tudjunk nyerni és előrébb lépni. Aztán 300. És mehet a célba a bukka, jobbon padló, vagy balon, vagy középen, nagyjából mindegy. Jó. Szép fotodó.